Kevés a házi orvos, országosan 320, a megyében pedig 16 tartósan betöltetlen házi orvosi körzet van jelenleg. Tömeges pusztulás, még a szakemberek sem tudják, miért pusztult el a méhek egy része az elmúlt hetekben. Nőtt a vendégforgalom, 7,5%-kal nőtt a szálláshelyek vendégészakákban mért forgalma. Továbbra is jelentős gondot okoz a házi orvos hiány. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Országosan 320, a megyében pedig 16 tartósan betöltetlen házi orvosi körzet van jelenleg. Bár a kormány jelentős támogatásokkal és béremeléssel segíti a házi orvosokat, az adatok szerint folyamatosan romlik a helyzet. A helyzet megoldását segítené, ha az anyagi megbecsülés mellett szakmailag is vonzóbbá tennék a házi orvosi munkát. Laskodon tavaly október óta betöltetlen a házi orvosi praxis, idén áprilisban pedig a körzetet tartósan betöltetlenné nyilvánították. A betegeket helyettesítéssel látják el a szomszéd Bakta Lóránt házáról. A településen most 60 millió forintból modern egészségház épül, ezzel is szeretnék segíteni, hogy saját orvosuk legyen. Ez az új épület, az új komplexum, nagyobb lehetőség, nagyon vonzerő lesz a szakemberek részére is, és gondolom, hogy az 1000 fős településünk ezek után érdemelten fog pályázni egy főállású praxis betöltendő orvosi ellátásra. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatai szerint Laskoddal együtt összesen 16 tartósan betöltetlen házi orvosi praxis van a megyében. Ahogy a centrumoktól távolodunk, a megyeszékhelytől távolodunk, a betöltetlen praxisok száma itt is emelkedik. Azt lehet mondani, hogy a megyebeli betöltetlen praxisoknak a javarésze az a Beregi térségben van, ahol nagyon nehéz az ügyeleti ellátást is megoldani emiatt, de sokszor már a nappali ellátás is esetleg nehézséget okoz. Egy orvosnak kell ellátni több települést, gyakorta előfordul, hogy gyakorlatilag egy adott településre sem hetente csak egyszer talál a beteg orvost. Országosan sem jobb a helyzet. Júniusban 320 házi orvosi körzet volt tartósan betöltetlen, ami több mint 500 települést érint. Ez a januári adatokhoz képest romlást mutat, így történelmi mélypontra süllyedt a házi orvosok száma. A folyamatot egyelőre az akár több millió forintos praxis támogatások és a növekvő bérek sem tudták megállítani. Ennek talán az is lehet az oka, hogy a családorvosi korfa eléggé előregedett, 65 fölöttinek mondható nagyjából az átlag életkor, és most hirtelen elég egy nagy korosztály esik ki az ellátó orvosok sorából, és nehéz ezt pótolni fiatalokkal. Kellene vonzóvá tenni ezeken a praxis programokon túl magát a háziorvosi munkát, kompetenciák növelésével, a háziorvosi praxisban ellátható és plusz finanszírozást jelentő tevékenységeknek a beemelésével a praxisba. A háziorvosok között jelentősen csökkent a gyermekorvosok száma. A statisztikai hivatal adatai szerint 2016-ban 1444 házi gyermekorvos dolgozott, hozzájuk pedig mintegy 1,4 millió gyermek volt bejelentve. Tehát ma csak nem 1000 gyermek jut egyetlen orvosra. Még a szakemberek sem tudják, hogy mitől pusztultak el tömegesen a méhek az elmúlt időszakban. Van olyan méh család, ahol csak az állomány egy negyede maradt életben. Azonban van olyan is, ahol egyáltalán nem pusztult el méh. Az Agrárminisztérium, a NÉBIH és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület már közösen keresi az okokat. Országos szinten már több mint 300 méhészet jelezte, hogy tömegesen pusztultak el méhek saját állományaikban. Egy bizonyos szintig ez még megszokott, a mostani bejelentések alapján viszont már látszik, hogy ez az átlagnál sokkal nagyobb mértékű. Napraforgó időszakban végül is mindig is van egy valamilyen mélypusztulás. A csökken a népesség állománya, ez az idejében itt, ami napraforgó virágzásra egyértelműen összefügg, vagy egy időben van. A méhészek egyre többen jelzik, hogy a családjaik hol egyharmados, hol feles pusztulásban vannak, ami mellett az az érdekes, hogy végül is a kaptárak azért valamennyire gyűlt a nektár, gyűlt a méz benne, viszont a népesség viszont egyre jobban csökken, ami a korábbi éveknek nem megfelelően, vagy sokkal nagyobb mértékben. A méhekre a mézkészítésen túl az egész mezőgazdaságnak szüksége van.
Ezért is fontos kideríteni az okokat. Ennek érdekében összefogott az Agrárminisztérium, a NÉBIK és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is, és közösen vizsgálják a problémát. Eddig azonban még csak találgatnak, tette hozzá Hók József. Nem tudják, hogy minek köszönhető a tömeges pusztulás. A szakemberek vizsgálódnak a méhek oldaláról és a növényvédelem oldaláról egyaránt. A saját állományomban is vannak olyan családok, ahol talán azt mondhatnánk, hogy egy megharmadolódott vagy megnegyedelődött az állomány, amellett, hogy van nektárgyűjtés. Vannak családok ugyanezen az állományon belül, amit viszont egyáltalán nem érint az egész, ezért magyarázhatatlan, hogy azt se tudjuk mondani, hogy a méhek miatt van, azt se tudjuk mondani, hogy a növény miatt van, valami okozza, amit egyenlőre nem tudunk, hogy mi. A most begyűjtött nektár mennyiség közel sem egyezik meg a tavalyi vagy a korábbi évekével, de a méh családok lassan már a térre készülnek, tette hozzá Hók József. Mivel, hogy nincs meg a megfelelő népesség a kaptárakban, ezért a következő évi termés mennyiség van bajban. Leginkább most a méhészeken múlik, hogy lesz-e jövőre méz, ez attól függ, hogy mennyire tudják felkészíteni a családokat a térre, közölte a méhész. Terméskiesés biztos, hogy lesz jövőre, Hók József azonban hozzátette, az áremelkedést mindig a piac határozza meg, így az majd csak jövőre derül ki. Csak májusban több mint 2 milliárd forintot költöttek a Széchenyi pihenő kártya tulajdonosok szállásra, ez több mint 1%-os növekedés az előző évhez képest. Nem csak a belföldi turizmus nőtt idén, hanem a külföldi vendégészakák száma is. A szállodák szobakihasználtsága így már 55% fölé emelkedett. A kereskedelmi szálláshelyek szállásdíj bevétele megközelítette a 97 milliárd forintot. A KSH adatai szerint 2018. január és május között a kereskedelmi szálláshelyek összesen 10 millió vendégészakát regisztráltak. Ez 7,1%-kal több az előző évi adatokhoz képest. A külföldi vendégek száma 5,4%-kal nőtt, a belföldi vendégeknél azonban jelentősebb a változás, ők közel 10%-kal több vendégészakát töltöttek el hazai szálláshelyeken. Az arányok Nyíregyháza környékén is hasonlóak. Sóston rengeteg külföldi rendszámú kocsival lehet minden hétvégén találkozni. Ugye élvezik a fürdő előnyeit és az állatparkkal összekötik ezeket a látogatásokat. Vagy most, hogyha a nyarat megnézzük, ugye most nálunk ugye a forint leértékelődés miatt azt hiszem, hogy a környező országokban ugye a forintnak, így, illetve az ő eurójuknak a vásárlóértéke sokkal-sokkal magasabb lett. Ugye ezáltal még többen jönnek, mint ahogy eredetileg ezt eltervezték, és úgy gondolom, hogy nyilván ez is mutatja azt, hogy a belföld felé van külföldről is egy forgalom élénkülés. Májusban kiemelkedően tartalmas hónapot zártak a szállásadók. Országos viszonylatban a cseh vendégek aránya nőtt a legkevésbé, de még náluk is több mint 13%-os emelkedés figyelhető meg. Az ukránok több mint 56%-kal több vendégészakát töltöttek el magyarországi szálláshelyeken, mint tavaly májusban. Nyáron a Balaton, Belence és a Tiszató környéke a legnépszerűbb, mind a külföldi, mind a belföldi vendégek körében. Utóbbiak esetében is növekvő tendencia mutatkozik a hazai szálláshelyek iránt. Ez köszönhető annak, ugye, hogy ebben az évben 8 hosszú hétvége van, és a hosszú hétvégék alatt azért a magyarok előszeretettel utaznak a környékre, és ott ugye főleg a 3 csillagos szállodákat, illetve a wellness szállodákat részesítik előnyben. Vannak, akik ez idő alatt is ugye külföldre utaznak, 3-4 napos városlátogatásokra, főleg ugye itt, ha alapul vesszük a fapados repülőjegyeket, hogy azokat olcsón meg lehet vásárolni, akkor valóban mi is elmondhatjuk, hogy természetesen nő a belföldi kereslet. A pünkösdi hosszú hétvége például idén májusra esett. Ekkor a Széchenyi pihenőkártya tulajdonosok 2 milliárd forintot költöttek el, összesen több mint 2100 szálláshelyen. 18 színházi előadással várja közönségét a Vidor Fesztivál augusztus 24-től szeptember 1-ig. A színházi versenyprogram révén napi 2 előadást láthat a közönség, amelyeket a Krúdi Kamarában, illetve a Móricz Zsigmond Színházban tartanak. A produkciókra július 26-ától lehet jegyet vásárolni, de a VIP bérlettel rendelkezők már július 20-ától, a Nyíregyházi Színház bérlettel rendelkezők pedig július 23-ától előzetesen vehetnek jegyeket.
Újra szállíthatóak állateledelek és növényi eredetű takarmányok Ukrajnába, Magyarország sertéspestissel nem fertőzött területeiről, közölte a Népik. Az ukrán hatóság 2018 áprilisát követően rendelt el teljes korlátozást a Magyarországról származó sertés eredetű termékekre, de a tiltás érintette azokat a nem sertés eredetű termékeket is, amelyeknél a szállítmány kísérő állategészségügyi bizonyítvány feltételei között szerepelt az ASP-től való mentesség. Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos elmondta, a hazai vállalkozások export tevékenységét, az állateledelek és a növényi eredetű takarmányok kivitelének tiltása különösen érzékenyen érintette. Ezért számukra kedvező, hogy az illetékes ukrán hatóság elfogadta-e termékkörök új típusú állategészségügyi bizonyítványait, és így újra szállíthatóak Magyarország afrikai sertéspestissel nem érintett területeiről. A nyíregyházi állatparkban idén is számos állatcsalád kifutójában kopogtatott a gólya. A jó idő beköszöntével sorra érkeztek az állatsereg kicsinyei, kenguru, vörösvari, katta és zsiráf is született, de a szezon legnagyobb sztárja most mindössze egy hónapos kis afrikai elefántborjú. Érdemes hosszasan elidőzni a kifutók előtt is, hiszen zsebből kikandikáló Bennett kengurukkal is találkozhatunk a nyíregyházi állatparkban. A kicsik 3-4 hónapos korban dugták ki először a fejüket, s 5 hónaposan már időnként kimerészkedtek az erszényből. A pávián dombon szinte mindig zajlik az élet, hiszen több mint 10 kis majom született. De a Madagaszkár szigetén őshonos vörösvari fészekből is egyszerre 4 maki bébi bújt elő. Eleinte az anya állat sokat tartózkodott kölykei mellett, de most már, hogy az apróságok 8 hetesek lettek, egyre távolabb merészkednek anyjuktól, és a felnőttekhez hasonló ügyességgel mozognak az ágak között. Az idei esztendő legnagyobb szenzációja a most mindössze egy hónapos kis afrikai elefántborjú születése volt. Mindig hatalmas örömet jelent számunkra, hogyha kis állat születik itt a nyíregyházi állatparkban, de a kis afrikai elefántborjúra különösen büszkék vagyunk, hiszen zárt tartási körülmények között nagyon ritkán szaporodnak. Itt a nyíregyházi állatparkban ez már a harmadik alkalom, hogy afrikai elefántborjú születik. A legifjabb apróság egy kislány, most már több mint 100 kg-os testtömeggel bír, és vele együtt most már 4 tagot számlál a nyíregyházi állatpark afrikai elefánt csapata, hiszen 2 ivarérett nőstény mellett a kis borjúnak egy 3 éves nagy testvére is itt tekinthető meg. Kopogtatott a gólya a nyíregyházi állatpark Afrika élővilágát bemutató kifutó rendszerében, a Tarzan ösvényén is. Az eddig 5 főből álló zsiráf család ugyanis egy újabb taggal gyarapodott. A 450 napnyi vemhességi idő után világra jött kis zsiráf, jó egészségnek örvend, fokozatosan ismerkedett meg a zsiráf csapattal és a nagytársas kifutó többi lakójával. Már a névadóját is megtartották, ezentúl a Zulu nevet viseli. 2 héten belül 4 katta született még a parkban, a leginkább mesebeli manócskákra hasonlító állatok kék szemmel jönnek a világra, de szemük pár nap után élénksárga színűvé változik. Míg a legifjabbak anyjuk hasán csimpaszkodva töltik mindennapjaikat, az idősebbek már olykor a felnőttek hátán lovagolnak. A csoport minden nőstény tagja részt vesz a kicsik nevelésében, sőt az anyák egymás között is cserélgetik a kölyköket. Megvan a Nyíregyháza Blue Sharks első nyári szerzeménye, a 23 éves, 195 cm magas, szombathelyi nevelésű Bazsó Bruno a legutóbbi szezonban a Jászberény csapatában szerepelt. A vezetők tervei szerint még egy magas poszton bevethető magyar játékos, és egy légiós csatlakozik a kékcápákhoz. Miközben a B csoportos csapatoknál is sorra jelentik be az új igazolásokat, a Nyíregyháza Blue Sharksnál eddig csak távozókról, pontosabban egy távozóról lehetett hallani, a korábbi csapatkapitány Nagy Krisztián Budapesten a Mazdban folytatja pályafutását. Igaz, az egy légiós kivételével nyíregyházi játékosokat felvonultató cápáknál nem is lehetett nagy mozgásra számítani, azt viszont az előző szezon zárása után elmondták a vezetők, hogy szükség lesz némi vérfrissítésre. Ennek első lépése meg is történt, egy szombathelyi nevelésű, legutóbb az A csoportos Jászberényben szereplő kosaras igazolását jelentette be a klub szakmai igazgatója. Olyan játékos szerettünk volna, majd a nevét is megmondom mindjárt, aki az A csoportban játszott, illetve az A csoportban kevés játék lehetőséget kapott.
és esetlegesen a B csoportban több játék lehetősége meg tudja mutatni azt, hogy érdemtelenül kapta ezt a kevés játékpercet. Nagyon bízom benne, hogy ezt nálunk bizonyítani is fogja. Bazsó Brunónak hívják őt. Ő Szombathelyen nevelkedett Váradi Attila kezei alatt, és annak idején a korosztályos bajnokságokat végignyerték ugye a Váradi Benedek és Perzoli társaságában. Jászberényben játszott tavaly, nagyon bízom benne, hogy itt nálunk valóban azt a arcát fogja mutatni, amit annak idején még az U18-as válogatottnál én is láttam, amikor segítőedzőként dolgozhattam velük. Nagy Krisztián mellett még egy távozója lesz a nyíregyházi csapatnak, Farkas Dániel tanulmányai miatt költözik Budapestre. A tervek szerint az érkezési oldalon is lesz még mozgás. Még szeretnénk mindenképpen egy igazolást magas posztra, magyar játékost, és egy légióst is kell keresnünk. A légiósban alapvetően nem indultunk még el ebben az időszakban, azért mindenki bízik még a nagy szerződés reményében, és mi nem szeretnénk fölöslegesen, nem mintha tudnánk, de fölöslegesen sok pénzt fizetni egy játékosért, illetve szeretnénk megnézni azt, hogy milyen magyar magáll össze, egy kicsit megnézni a csapatnak a szerkezetét, a esetlegesen a hiányosságait, és ha ezek megszületnek, vagy látni fogjuk jobban, hogy hová kell egy légiós, akkor fogjuk eldönteni, hogy pontosan milyen posztra is érkezzen. Alapvetően a tavalyi évben kicsit problémának találtuk a palánk alatti játékunkat, akár lepatanó megszerzésében, vagy akár ponterősségben, és mindenképpen szeretnénk a palánk alatt erősíteni a csapatot. A Nyíregyháza Blue Sharks július 30-án kezdi el a felkészülést. Előtte a jövő héten több játékos részt vesz a klub által a fiatalok számára szervezett képzőtáborban. Sitko Ernő pedig a jövő hét közepén az U18-as válogatott csapatvezetőjeként elutazik a szkopjei B-csoportos Európa-bajnokságra, amelyen a magyar válogatott tagjaként jelen állás szerint ott lesz a nyíregyházi Sitko Márton is. A hét második felében hetedik alkalommal rendezik meg Sóstón a Strandfoci Fesztivált. Csütörtök reggeltől vasárnap estig 40 férfi és 4 női csapat játszik majd a homokborítású pályán. A résztvevő együttesek 4 megye 17 településéről érkeznek a 200 000 forint összdíjazású tornára. 12 csapattal indult, az elmúlt két évben pedig már az ország legnagyobb strandfoci rendezvénye volt a sóstói nyári torna. A szervezőknek limitálniuk kellett az indulók számát, így ezúttal is 40 férfi és 4 női együttes vághat neki a 4 napos 200 000 forint összdíjazású tornának. A résztvevők 4 megye 17 településéről érkeznek, majd a csütörtök reggel 9 órakor kezdődő és a tervek szerint vasárnap 19 óra környékén végződő rendezvényre, amelyen minden bizonnyal ezúttal is rengeteg látványos megoldást láthatnak majd az érdeklődők. Akik szeretik a focit és a látványos focit, azoknak igazán érdemes ide kilátogatni, hiszen a strandfoci arról híres, hogy a játékosok és a labda a mérkőzések folyamán a 80%-át a levegőbe töltik, hiszen óriási ollózások vannak, hatalmas védések, nagy becsúszások a homokba, és hát azért teljesen mások a szabályok, és itt már ez a környezet, akik ebben a tornára már beneveztek, ezek megtanulták ezeket a szabályokat, hiszen sok olyan csapat is jön, akik nagy országos tornákon szerepelnek, hiszen Magyarország legnagyobb strandfoci fesztiválja, mivel 4 napos és a létszámba is megvan. Ezért érdemes kilátogatni, a tavalyi évben is közel 5000 ember nézte meg a 4 napon keresztül a strandfoci fesztivált, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Az elmúlt években kiderült, hogy sportértéke mellett jelentős turisztikai vonzereje is van a tornának. Ez a pálya, ez egy bő fél méter tiszta homok, ami végig van rotálva, ilyenkor már készítettük a pályát több napja. Tehát itt azért ezt a 10-12 percet végig harcolni a rabdáját, ez egy csodálatos dolog. Turisztikai értéke nyilvánvalóan van, hiszen nagyon sokan szeretik a focit Magyarországon. Maga a csapatok is, hát eleve ugye több fős csapatokról van szó, ezeknek a barátai, családtagok, gyermekek itt vannak. Ugye van olyan csapat, aki már múlt hét szombaton idejött, és majd csak jövő héten, hétfőn fognak elmenni. Hát nyilvánvalóan az itteni turisztikai szolgáltatásokat veszik időigénybe az itt tartózkodásuk alatt. Úgyhogy én azt gondolom, az a cél, amit mi kitűztünk 7 évvel ezelőtt, hogy legyen egy nagy rendezvény, egy sportra, egy szerethető, látványos sportra épülő rendezvény, amelynek turisztikai értéke is van, ez teljesült. Csütörtök délelőtt a 4 női csapat mérkőzéseivel indul a Strandfoci Fesztivál, majd következnek a férfiak meccsei. A szervezők a dobogós csapatok mellett a legjobb kapust, a legjobb játékost és a gólkirályt is díjazzák majd a tornán. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Továbbra is jelentős gondot okoz a házi orvos hiány, országosan 320, a megyében pedig 16 tartósan betöltetlen házi orvosi körzet van jelenleg. Bár a kormány jelentős támogatásokkal és béremeléssel segíti a házi orvosokat, azonban az adatok szerint folyamatosan romlik a helyzet. Még vizsgálódik az Agrárminisztérium, a NÉBIK és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, hogy miért pusztultak el tömegesen a méhek. Ezt a problémát az elmúlt hetekben országos szinten több mint 300 méhészet jelezte. A méhcsaládok csökkenésének eredményeként a következő évi méztermés van veszélyben. Idén május végére 31 egységgel több, 3103 kereskedelmi szálláshely működött hazánkban. A növekedéshez a pályázati lehetőségek is hozzájárultak. Ezek közül a panziók száma jelentősen megnőtt, a szállodák szobakihasználtsága pedig 55% fölé emelkedett. A május a pünkösdi hosszú hétvége miatt kiemelkedő volt, ekkor a kereskedelmi szálláshelyek bevétele elérte a 46 milliárd forintot. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták július 17-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon is elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, záporokkal. Északkelet felől nedves levegő éri el a hazánkat. Emiatt a következő napokban változékony, szeles, de továbbra is meleg idő várható. Az előttünk álló éjszaka megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, zápor valószínű. Helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor egyaránt várható, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban változékony nyári időnk lesz. A Dunántúlon hosszabb napos időszakokra, meleg nyári időre számíthatunk, keleten viszont több lesz a felhő, és több helyen várható eső, zápor, zivatar. A sokfelé erős, viharos szél pénteken délutántól mindenütt mérséklődik, szombaton országszerte meleg, nyári idő, kánikula várható, majd vasárnap egy gyenge hidegfronthoz többfelé esőt és átmeneti, alig észrevehető lehűlést a jövő hét első napjaiban. 1845-ben ezen a napon történt felhőszakadás következtében Miskolcon kiáradt a Szimva és a Pece, a környéken pedig a Bársonyos, a Bodva és a Hernád.